Ha január, akkor áremelés. Menetrend szerint következik minden év elején. Az idei jelentős élelmiszer és energia áremelkedések nem csak pénztárcánk laposodásán mérhető, hanem a gyermek és diák étkeztetésben is. Hogyan alakulnak a nyersanyag normák? Az új térítési díjak a különböző életkorú gyermekek étkeztetésénél? Milyen támogatásra számíthatnak a rászoruló családok? Erről beszélget dr. Nagy Mihályné főtanácsossal a polgármesteri hivatalban Kállai Júlia. Ebben az évben újra emelkedtek a napközis étkeztetések díjai is. Egyre több családnak okoz problémát ezen díjak kifizetése. Városunkban gyerekek számát tekintve hányan étkeznek iskolákban, óvodákban és bölcsödében? Összességében kb. 2600 a gyermeklétszám. Hát ez úgy oszlik meg kort tekintve, hogy kb. 40 gyermek a bölcsődés, 800 az óvodás, aki az étkezést igénybe veszi, 1350 az általános iskolás és 400 körüli a középiskolás gyermek. Átlagosan mennyit kell most fizetniük a szülőknek gyerekeik étkezéséért? Hát én úgy gondolom, hogy talán az lenne a megközelítőbb és helyesebb, hogyha végigfutnánk, hogy mennyi is pontosan ez a napi térítési díj, hisz a más-más életkorú gyerekeknél más-más az élelmezési norma, és nyilvánvalóan a térítési díj is eltéri a különböző korosztályú gyermekeknél. Kigyűjtöttem ezeket a dolgokat, és ha végigfutnánk ezen a táblázaton, akkor a következő forint napi térítési összegek jönnek. Háromszori ellátás esetén a bölcsődés gyermekek, ha egy-két gyermek van a családban, akkor napi 90 forintot fizetnek, három vagy több gyermek esetében ennek 50%-át, tehát 45 forintot. Továbbiakat is, ahogy sorolnám, az egy-két gyermekes összegeket mondanám, és annak a fele értendő értelemszerűen a három vagy több gyermekes családoknál. Óvodákban 85 forint a napi térítési díj az egy-két gyermekesek esetében, általános iskolákban 108 forint, középiskolában pedig 132 forint ez a térítési díj. Tudva lévő az, hogy nem csak háromszor étkezést igényelhetnek a szülők, hanem ennél kevesebb ellátást is, óvodában 10 órait és ebédet, ennek 68 forint a térítési díja. Általános iskolásoknál csak ebédre 66 forintot fizetnek a szülők, és a középiskolások pedig csak ebédre 76 forintot. Az önkormányzat eddig is hozzájárult az étkezési díjak csökkentéséhez, étkezési hozzájárulási formában, amit a szülők érzékelhetnek leginkább a díjfizetésekor. Az elkövetkezendő időkben a szülők számíthatnak erre a segítségre? Nagyon reméljük, és azt hiszem sokan vagyunk, akik azt mondják, hogy reménykedhetünk, és lesz ilyen segítséges támogatás. Ennek összege és időpontja természetesen az elfogadott költségvetés függvénye lesz majd. Nagyon sokan tudják, vagy tapasztalták, tehát azok a szülők, akik gyermekek után térítési díjat fizettek, hogy évkezdetkor sikerült az önkormányzatnak szeptembertől decemberig jelentős támogatást nyújtani a családoknak, hisz több mint 3 millió forint került kiosztásra a rászoruló családok között, olyan 1300 gyermeket, illetve annak családját érintette ez. Szeretnénk az idén is, de mint említettem, ez az elfogadott költségvetés függvénye lesz. Folytatjuk a Városi Rendőrkapitányság bemutatását. A közlekedési osztály vezetője Dögei János őrnagy. Arra kérem, hogy mutassuk be a osztály működését, tevékenységét. Milyen személyi feltételekkel működik az osztály? Jó, hát röviden, amit el tudnánk mondani róla. A írásos és tényleges felállásunk között jelenleg van egy kis különbség. A tényleges létszámunk 11 plusz 1, azaz 12 fő velem együtt. Jelenleg úgy néz ki, hogy most már lassan feltöltődünk, a múlt évben voltak bizonyos hiányosságok, pár ember híja volt, úgyhogy elég nehezen tudtunk néha kiadni a szolgálatot is, de sajnos, illetve nem sajnos, hanem immár ez megoldódott örömünkre, úgyhogy jelenleg a 12 fő most már papíron is megvan, és ténylegesen is, annyi kiegészítővel, hogy egy fő még jelenleg Gyeden van, egy fővizsgáló hölgy, valamint egy fő tartósan vezényelve van két éves iskolán, ő idén nyáron fog végezni, úgyhogy idén ősszel már ő is itt fog velünk együtt dolgozni. Hát egy pár mondatot még a itteni kollégákról.
ha 10 ember közül 2 vizsgálati munkát végez, van egy fővizsgálónk és egy vizsgáló, akik a bűnügyeket dolgozzák fel elsősorban, a közlekedési bűncselekményeket, a többi kollega közül pedig 3 fő végez folyamatosan úgynevezett 24-48 órás váltásban baleset helyszín előtt tevékenységet. Ezen kívüli kollégák pedig elsősorban a munkának megfelelően, elsősorban közlekedési feladatokat látnak el a megfelelő időbeosztás mellett. Hát ezt mindig az adott feladatok indokolják, hogy most délelőtt, délután vagy éjszakai szolgálatban teljesítenek szolgálatot. Hát nekik is elsősorban baleset megelőzés a feladatuk, tehát elsősorban ezért végeznek. Elsősorban, hogy ismételjem magam, a 35-ösön, 36-os főútvonalon szinte folyamatosan idézőjelben már amennyire meg lehet tartani ezt a folyamatos ellenőrzést, valamint az egyéb útvonalakon ellenőrzést végezünk, gépjárműveknek menet, tulajdonságok, okmányok ellenőrzése, stb. Elbűtevődik ki az ő fő feladatuk. Milyen tárgyi feltételek segítik az önök munkáját? Hát a tárgyi feltételek, hát erről, hogy rosszat sem mondjak meg, jót se nagyon. Azt tudnám mondani, hogy panaszkodás nélkül, hogy még elviselhető szinten vagyunk, tehát még a munkánkat hátrányosan, megítélésem szerint nem befolyásolják. A technikai úgy feltételek szerintem aránylag jók. Erre gondolok elsősorban a fényképezőgépre, akkor a mérőműszerekre, stb., amik a helyszínen is szükségesek, ebből egy viszonylag jó szinten állunk, tehát elég jó fényképezőgépünk van, úgy minőségűleg is jó fényképeket tudnak csinálni a kollégák vele. Egyedül talán a gépjármű parkunk, ami már egy kicsit öreg, 2 gépjárművünk van, valamint 1 rendőrmotor van beállítva a közlekedési osztályra. Hát a 2 gépkocsik közül az egyik sajnos már egy 2-3 hete áll, mivel már öreg és 201-nehány ezer kilométert futott. Most egy nagy motorfelújítás lenne szükséges, de egyelőre anyagiak miatt még ezt nem tudta a megye megoldani, de bízunk benne, hogy a közeljövőben ezt is be tudnánk állítani. Úgyhogy jelenleg 1 gépjárművel tudunk dolgozni, ami elsősorban a 24 órás szolgálatban lévő helyszínelőnek a munkája könnyíti meg, mivel ebben látja el a feladatát. Az eddigi tapasztalatok alapján milyen szabálysértéseket követnek el leggyakrabban a közlekedők? Hát itt talán 2 vagy 3 része tudnám csoportosítani az elkövetőket, így személy összetételét. Hát elsősorban a gépjárművezetőkről beszélnénk az első lépcsőben. Hát nekik elsősorban az előzés, elsőbbségadás, kanyarodási szabályokat, valamint a sebesség nem megfelelő megválasztása a fő ok a balesetek bekövetkezésének. Hát ezek közül is elsősorban a sebesség, tehát a magyarok Kressz 25 szakaszt nagyon sokan nem tartják be. Nem az út és a látási viszonyoknak megfelelően közlekedünk, és nagyon sok esetben sajnos ez a oka a baleset bekövetkezésének. Megemlíteném viszont még itten a gyalogosokat is, mondjuk a nánási gyalogos emberek nem nagyon tetszenek nekem, mert nem egy jó szokás van is sajnos kialakulva, hát remélem a jövőben, hát ha más nem, akkor egy kicsit hathatósabb, esetleg bírságolásra is rá fogjuk kényszeríteni a gyalogosokat, hogy ilyen csúnya szót mondjak, hogy ne az úton közlekedjenek, hanem a gyalogjárdán. Most télen is nagyon sok esetben le van takarítva a gyalogjárda, és ennek ellenére a csúszós, tiszta jéggel fedett közlekedés útvonalon közlekednek. Kis gyereket tolva, stb. Egymás mellett 2-3, és ez szabálytalan, egyrészt is nagyon balesetveszélyes. Hát legalább a saját magunkra vigyázunk már megítélésem szerint, meg elsősorban mondjuk magunkra, utána meg másokra is, akik közlekedünk. És valamint még egy kerékpárosokat szeretném megemlíteni, akik szintén nem egy olyan, mondjuk egy jó kerékpározási színvonalat visznek, legalábbis itt a területünkön. Elsősorban az éjszakai közlekedőkkel nem vagyunk megelégedve, nincsenek kivilágítva a kerékpárok. Már mondjuk sok esetben aláírom meg, elismerjük és megpróbáljuk figyelmeztetéssel jobb útra terelni a kerékpárosok, hogy próbálják felszerelni a kerékpárukat, mert sajnos sok esetben, hát mondjuk idézőjelben sok esetben, de volt rá sokszor példa,
dorog nánás között útvonal, hogy igen, ha ki lett volna világítva az a lassú jármű, vagy az a kerékpár, lehet, hogy elkerülett volna az a halálos baleset, ami volt egy-kettő az elmúlt évek során. A közlekedési osztály foglalkozik itt a közlekedési morál javításával olyan formában, hogy táborokat szervez a gyerekeknek, ha erről néhány szót mondana. Hát igen, tavaly sikerült megítélésem és a visszajelzések szerint is nagyon jó színvonalon megrendezni a kereszttábort. Az idén is nagyon szeretnénk, ha összejönne különböző ponzorok támogatásával a 96-os évi nyári kereszttábor. Hát jelenleg az az álláspontunk itt a kollégáknak, hogy ha összejön a pénz, most szakítanánk a hagyományokkal, nem a hegyekbe terveznénk, hogy szeretnénk most a Balaton környékére elvinni esetleg azt a 40 fő körül gyereket, de mondom, ennek feltétele az, hogy a ponzoraink, akik tavaly is nagyon sokat segítettek, azok az idén is talán mellénk állnak, és ennek az anyagi feltételeit a megyei baleset megelőzési bizottsággal együtt biztosítják számunkra. Miért fontos ez a tevékenység az ön megítélése szerint? Hát ez nagyon fontos szerintem, mert ha már gyerekkorban meg tudjuk szeretetni a gyerekekkel a játékos formában a kreszt, a kreszt szabályokat megtanítjuk, az alapvető dolgokat, akkor szerintem már a mostani közlekedési moráluk, a gyalogos közlekedési, kerékpárra való közlekedésükön is meglátszik, és talán a későbbiek folyamán is sokkal könnyebb dolguk lesz, ha majd gépjárműből valamilyen személygépkocsi vagy egyéb gépjárművel kívánnak vizsgázni. A közrendvédelmi osztály munkáját Bocskai Zoltán főhadnagy irányítja. Arra kérem, hogy néhány mondatban tájékoztassa nézőinket arról, mi az osztály feladata, röviden mivel foglalkoznak. Hát igen, ezt a teljesség igénye nélkül tudnám csak felsorolni így kapásból, mert az osztály annyira széles palettán működik, olyan összetett feladatokat lát el. Elsődleges feladata a köztudat rendjének fenntartása, bűncselekményekben, bűnügyekben a megelőzés, felderítés, feltárt bűncselekményekben az elsődleges intézkedés megtétele. Van közlekedési feladatunk, van közlekedési igazgatási feladatunk, igazgatásrendészeti feladatunk, elővezetéseket hajtunk végre, igen, nagy számban, amit a bíróságok, ügyészségek, bévi intézetek rendelnek el. Csapaterőbe vont tevékenységet végzünk, biztosítási, rendezvénybiztosítási feladatokat látunk el, együttműködünk társszervekkel, önkormányzatokkal, tűzoltósággal, vám és pénzügyi őrséggel, fogyasztóvédelmi felügyelőséggel, taxisokkal, vadászokkal, halászokkal. Tehát végül is ez az osztály az, amely a kapitányság összes többi osztályának munkáját bizonyos mértékig végzi. Hány munkatársa van az osztálynak? Az osztály állománytábla szerinti létszáma 32. Ez így szép számnak hangzik, de hogyha a nézőkkel megismertetjük, hogy ez hogyan oszlik meg, akkor sajnos nagy gond, hogy igen kevés az a rendőr, akit közterületi szolgált ellátásra tudunk kivezényelni. A 32 főből, ami rendszeresítve van jelenleg, 27 fő van meg, tehát 5 hiányunk van. A hajdunálási rendőrkapitányság közrendőri osztály létszáma 13 fő. Ebben benne van Görbeháza is. Hajdudog rendőrőrs, amely az irányításom alá tartozik, 9 fővel működik, ott is van 2 hiány. Közterületi szolgálatra 4 főt lehet kivezényelni. Polgárrendőrőrs szintén hozzám tartozik, ott 10 fő a állománytábla szerinti létszám. Ebből jelenleg 2 fő hiány van, és szintén 4 főt tudunk közterületi szolgálatra kivezényelni. Az utóbbi időben gyakori panasz a magántulajdon, a tulajdon ellen elkövetett büntett rongálás. Mennyiben tartozik ez az ügy felderítése, megoldása az osztályra? Végül is a bünteti alakzata is egy bizonyos mértékig ránk tartozik.
tehát már a megelőzés, felderítés értelmezve ezt. Maga a vizsgálat, amennyiben bebizonyosodik, ugye itt van értékhatár, és a bűncselekmény, tehát 5000 forint feletti az értékhatár, ez a bűnügyosztály kompetenciája, a nyomozást ő végzik, amennyiben az értékhatár, tehát a lopás értékhatár, a rongálás értékhatár az 5000 forint alatt van, akkor ez a közvetlenvédelmi osztály feladata. Ezekben az esetekben ugye megérkezik az állampolgári feljelentés, kiadjuk úgynevezett előkészítő eljárásra, tehát a tettes felderítésére. 95 éves adatot tudnék mondani, összesen, tehát ez csak hajdúnálásra értelmezve, összesen 92 tulajdon elleni feljelentésünk volt, ebből 65-öt sikerült eredményesen befejezni, tehát ahol a elkövető kiléte megállapítást nyert, ezekben az ügyekben a feljelentéssel együtt a keletkezett anyagot az elkövető lakhely szerint illetékes önkormányzatnak áttettük. A fennmaradó 29 esetben, illetve 27 esetben kellett az eljárást megszüntetnem, tettes ismeretlen volt amiatt. Ez egy 70%-os eredmény, lehet így is úgy is értékelni, önmagába véve nem rossz, de lehetne jobb is. Van-e valami fajta visszajelzés arra vonatkozónak, hogy amit átadnak az önkormányzatnak feljelentéseket, hogy hogyan zárulnak le ezek az ügyek? Néhány esetről tudnék beszámolni csak, sajnos, de ebből az esetekből meg tudom állapítani, hogy a ügyekben, tehát a feljelentés ügyekben, amit mi megtettük az elkövetők ellen, sajnos a büntetések, én úgy érzem, a speciális prevenciót magyarra fordítva, a megelőző hatást, visszatartó hatást nem érik el, tehát a büntetés mértékére gondolom ezt. Tehát olyan csekély a büntetés, hogy nem, nincs kellő visszatartó hatás az elkövetőknek. Az eddigi munkájuk során történt-e valami olyan esemény, ami jó eredménnyel végződött, és önök is megnyugodtak, esetleg a feljelentéstevő is, amit el is lehet mondani természetesen a nézőknek? Igen, hát nagyon sok ilyen esetünk van. Isten után hozzánk fordulnak, legelőször rendőr kiáltanak. Közelmúltiban történt eseményre tudnék beszámolni, amikor is polgáron 10 éves gyerek tűnt el. Szülei bejelentés alapján ugye megindult a gépezet. Itt azonnalos intézkedéseket kell foganatosítani, igen nagy erőket kell mozgósítani, hogy hát ez a téli időszak, fokozottan veszélyes, a gyerek nem tud magáról gondoskodni. Országos körülés el lett rendelve, erők összevonása megtörtént, adagyűjtés, tanúkutatás, merre mehetett, hova tűhetett a gyerek, és körülbelül a gépezet beindulása után, mint egy 5 órával, a gyerek a szomszédos kamrából lakásra szüleire hazamászva előkerült. Ez nagyon pozitívan záródott le, kicsit humoros volt. Köszönöm szépen, és jó munkát kívánok önnek és munkatársainak. Köszönjük szépen. Sóvágó Zsolt százados, az igazgatási rendészeti osztály vezetője. Tulajdonképpen mivel foglalkozik a ön által irányított osztály? Milyen tevékenységet végeznek? Az igazgatási rendészeti osztályon 7 fő dolgozik, hát egyedül én vagyok itt férfi. A 7 fő igazgatási, illetve rendészeti feladatokat lát el. Igazgatási feladatok, személyigazolvány ügyintézés, kis határátlépő ügyintézés, ami most már nem csak Szabolcs megyére terjed ki, hanem Hajdú-Bihar megyére, ha nem tudnák az állampolgárok, akkor most ezt elmondom. Gépjármű ügyintézés, ahol a gépjárművel kapcsolatos összes ügyeket, tehát a forgalomba helyezés, szín, csere, forgalomból való kivonás, forgalomból való kitiltást intézik, illetve a vezető engedéllyel kapcsolatos ügyintézések, vezető engedély bevonások, bejegyzések. A személyigazolvány ügyintézés, mint a gépjármű, illetve a vezető engedély ügyintézés is nem csak Nánás területén, hanem Polgár, Újtikus, Tiszagyúlháza, Görbeháza területi lakosokat is érinti. E célból Polgáron szoktunk 2 havonta kitelepülni, ott van egy 1 napos ügyintézés.
Így is elég magas az ügyforgalmunk, ez napi 70 főt jelent körülbelül, de ez csak egy hozzávetőleges arány, főleg szerdán vannak többen. Hát szerdai nap ugye délután, munkát ugye 2 órakor fejezik be, ezért is folyik még az osztályunkon fegyverügyintézés. Ezek a fegyverügyintézés főleg vadászokat érint, sörét is, illetve golyós lőfegyverek. A marok lőfegyverekkel kapcsolatos ügyintézéseket a megyei főkapitányság végzi. Hát viszonylag a kapitányság elég szűk, ezért nem sok hely áll rendelkezésre. Ebbe az irodába, tehát az osztályvezető irodába bonyolódik a idegenrendészeti ügyintézés és a fegyverrendészeti ügyintézés is. Meg kell említeni még a szabálysértési ügyintézést. Itt jelenleg egy fő dolgozik, elég magas ügyszámmal, 800 egy évben hozzávetőlegesen. Ezt az évet 764 üggyel zártuk le. Mik a legjellemzőbb szabálysértések? A legjellemzőbb szabálysértések a közlekedés területén a sebességkorlátozás jelentős túlépése, közúti közlekedés rendjének a megzavarása, ez balesetet jelent, ez a baleset lehet vagy anyagi káros, vagy pedig személyisérüléses, 8 napon belül gyógyuló természetesen, illetve sok a kisebb súlyú szabálysértés, biztonságőrv, világítás, stb. Hát közrendvédelmi területen, vagyis közbiztonsági területen a kiemel szabálysértés elég sok, ilyen a verekedés, garázdaság, veszélyes fenyegetés. Ezek a szabálysértések elég frekventált területeken, tehát dorog, illetve polgár környékén, ott is egy szűkebb réteget érintenek. Milyen technikai eszközök segítik az önök munkáját? Jelenleg pillanat számolok, azt mondja, 3 számítógép áll rendelkezésünkre. Az egyik a közlekedési igazgatáson van, ez a úgynevezett, már most tökéletesnek ígérkező dialogkarbantartó rendszer. Ez egy országos hálózat, ahol a gépjárművek átírásával, tulajdonjog változásával, illetve a gépjármű adatainak rögzítésére kerül sor, ebbe a hálózatba be lehet lépni. A hibalista az jelentősen csökkent, mióta ezt tökéletesítették. Hát vannak bizonyos hibái ennek a rendszernek, amit az állampolgárok sajnos nem tudnak megérteni. Maga az ügyintézés hosszú idő, ugyanis hogyha többen vannak ebbe a rendszerbe, akkor minél többen lépnek be, tehát amikor zsúfoltság van például szerdai napokon, annál hosszabb ideig tart egy-egy ügyfélnek az ügyének az elintézése, mivel a gép lassú. Ez egy technikai probléma, amit nem mi tudunk megoldani, ezért kérem szépen az állampolgárokat, hogy bár biztos, hogy nehéz itt hosszú sorokat, órák hosszat akár állni, de ezt vegyék figyelembe is, az ügyintézőket kíméljék az esetleges atrocitásoktól. A másik ilyen a fegyver, ami szintén egy ilyen országos hálózat, be lehet lépni bármely kapitányságnak, főkapitányságnak, hogyha megnézzék, hogy az egyes természetes, illetve jogi személyeknél a fegyverek átírása, egészségügyi alkalma és az egyéb ilyen ügykezelési teendők hogy állnak. A 3. számítógép a szabálysértés ügyintézésnél van. Ez a program alkalmas arra, hogy az összes iktatott ügynek a személyeknek, elkövetőknek az adatait, sietetteknek az adatait, az elkövetés idejét, helyét és egyéb adatokat rögzítsen. Ez gyakorlatilag 93. január 1 óta az összes ügyszám, tehát az összes ügy géprevitele megtörtént. Ez egy nagyon jó nyilvántartási rendszer. Most hagytuk el a manuális iktatást, tehát gyakorlatilag itt már iktatókönyvet nem használunk, csak gépi nyilvántartás van. Ha egy kisvárosban élő fiataloktól megkérdezik, milyen szórakozási lehetőség van a városban, szinte 80%-ban hangzik el, hogy tulajdonképpen semmi.
illetve alig valami. Nincs színház, a mozi nagyon drága, a diszkó unalmas, koncerteket is alig szerveznek. Hogy miért van így, ezt mi most nem akarjuk boncolgatni, de egyszer még visszatérünk rá. Örvendetes viszont, hogy akadt a városban két fiatalember, aki úgy gondolta, megpróbálkoznak a különböző stílus irányzatokat képviselő együtteseket hajdunálásra elhozni, és lehetőleg sikeres koncerteket szervezni. Tóth Erika a Boda Varga produkció egyik tagjával beszélget. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Varga Lajost, aki a Boda Varga produkció egyik tagja. Hogyan jöttetek létre? Elég gyorsan jöttünk létre, hiszen 1995. augusztusában megpályáztuk a Viszó klubban, de sajnos ez nem sikerült, nem nyertük el a pályázaton. Utána némi vegetálási idő után mégiscsak úgy döntöttük, hiszen láttuk, hogy nem működik a Viszó klub sem, és nálasan semmilyen szórakozó helyiség nem működik, ahol klubok vannak, illetve koncertek vannak. Így hát amikor október közepén döntöttük újra Pistivel, hogy megpróbálom koncerteket szervezni. És az első koncertünk az 95. december 22-én volt. És mégis gyakorlatilag azt a célt szolgálnám Boda Varga produkció, hogy pótolja azt a hiányt, ami a városban jelen pillanatban nincs. Tehát egy olyan koncerteket, illetve szórakozó lehetőséget biztosítani a fiataloknak, ami per pillanat most nincsen nálásom. Milyen terveitek vannak a közeljövőben? Hát az idén, illetve hát körülbelül ez év közepéig vannak terveink, amiben vannak táblázva. Koncertek elsősorban, hiszen ez ami van a lehetőségünk, hiszen mivel nincs helyiség, ahol tudunk működni, így elsősorban béreljük a helyiséget a művelési központban, ott szervezünk koncerteket, illetve hát van tervevő nekünk egy tavasz közepén egy performance kiállítás megnyitója, illetve hát egy nagy-nagy tervünk van a nyár közepén egy fesztiválnak a megrendezése, tehát ez még csak terv. Hogyan látjátok a fiatalok szórakozás lehetőségét, ha egyáltalán lehet erről beszélni itt hajdunálláson? A szórakozás lehetőség, ez jó kérdés. Hát szórakozni lehet, csak kinek mire van igényem. Jelen pillanatban szerintem a fiataloknak igazán szórakozás lehetőség nincsen, hiszen minden vendéglátóhelyiség, illetve klub valamilyen olyan szinten működik, mint egy kocsma. Már nem akarok megsérteni senkit, de ez tényleg nem több, hiszen nem lehet más csinálni, csak inni. És hát nem hiszem, hogy a fiatalnak ellene szüksége. Tehát szerintem most nálásban nincs olyan szórakozási lehetőség, amit igazából igényelnek a fiatalok. Mik az eddigi tapasztalataitok? Tapasztalatunk, hát sajnos elég vegyes. Hiszen a december 22. koncert az elég jól sikerült, tehát akik ott voltak, jól érezték magukat. Csak hát elég kevés ember jött el. Ennek elég sok oka volt szerintem. Legfőképpen az, hogy rossz volt az időzítés. És hát ezért karácsony előtt már nem sok mindenkinek volt pénz, hogy szórakozni menjen, koncertre menjen. A másik az, hogy talán zenekar sem volt olyan, akit igazából vártak. És hát sok minden más lehetett volna még. Legfőképpen szerintem az, ahogy beszélgettünk már jól néhány zenekarra itt a környéken, meg hát fönt a fővárosi zenekarokkal is, hogy itt a nálási viadalok igen furcsák, hiszen többre becsülnek néhány üveg sőt, mint egy jó bulit. És hát inkább nem mennek koncertre, hanem inkább elsőzgetnek valahol. Milyen a zenei élet itt hajdunáláson? Hát szerintem az képes, hogy egy kisváros vagyunk, egész jól működnek itt dolgok, hiszen van két zenekar is, aki elég jól dolgozik. Az egyik a karantén nevű zenekar, a másik pedig a befolyásolt zóna. Aztán vannak jó nevű zenészeink, akik valamilyen szinten egész jó zenélgettek, Török Bélát említem, vagy a Bordás Petit, vagy a Dérimit. Aztán van két igen, úgymond híres emberünk, akik bekerült a Top TV-be és szerepeltek, a Lefter Jancsi és a Lefter Simon. Ők is egész jó zenélgetnek, sőt, nekik komoly tervék és lehetőségeik vannak a közeljövőben. Szóval ahhoz képest szerintem nagyon jó lehetőség van, csak kár, hogy ezek az emberek nem törődik senki, nem segít őket senki, és hát valahol előbb-utóbb elülnek, elsüllyednek a mocsárban, és nem sikerül nekik ebből kikecmeregni. Mi a Boda Varga produkció konkrét terve? Konkrét tervünk? Hát az legfőképpen az lenne, hogy megvalósítsuk mindazt, amit a pályázatban megírtunk. Ezt a pályázatot megkapta a Tungsen vezetősége, illetve a polgármester úr. Ők pontosan tudhatják, hogy mi van ebben. Igazából nem beszéltünk erről senkinek, hiszen szeretnénk ezt valóra váltani, mink, és nem szeretnénk, hogy a más váltaná valóra. De hát akit érdekel, nagyon szívesen beszélünk és megmutatjuk a tervünket. Aztán reméljük, hogy egyszer valahol legfőképpen az lenne jó, hogyha kapnánk egy helyiséget, ahol ezt meg tudnánk, el tudnánk indulni, tehát szükség van egy helyiségre, ahol ezt meg tudnánk indítani.
olyan szórakozási lehetőséget kíván nyújtani a fiatalnak, ami per pillanat is szerintem évek óta vagy évtizedek óta nincs nálásom, csak vágyálom, ahol nem csak mit tudom, biliárdozni és inni lehet, vagy beszélgetni, hanem konkrét szórakozási lehetőség lenne szó. És milyen koncertek várhatók a közeljövőben? Hát a közeljövőben jövő hét szombaton, illetve február 3-án 21 órától lesz a VHK zenekar. Őket nagyon sokan ismerik és kedvelik is szerintem. Már igen furcsa stílusban játszanak, ilyen nem sokan Magyarországon. Itt valami zenét játszanak. Aztán hát a többi az terv, illetve pontos idő van, időbeosztásban van. Február 17-én a Aurora, és előtte játszik a karantén. Aztán március 14-re van tervezve, de mi vagy az országos turné, még borulhat az időpont, a Kispál és a Balz, tehát az végül is csak tervek, de remélhetőleg meg tudjuk csinálni. Aztán még van május 10-ére, de ez már nagyon messze van, hogy egyről csak be van tűz az időpontban. A Szonya és a Sápadtarcok szintén lemezbemutatóval koncerteznek az országban, és vannak jönni nálásra, és ha minden jól megy. Költségvetési intézményeink is egyre többször élnek a különböző pályázati lehetőségekkel, hogy bevételi forrásaikat, céljaik megvalósítása érdekében így módon is növeljék. Nem kell különösebben ecsetelni, milyen nagy segítséget jelenthet egy-egy nagyobb összeg megnyerése. Az elmúlt évben ez sikerült a 2. számú általános iskolának, amikor is a Soros Alapítványtól 200 000 forintot nyert pedagógiai programjának megvalósításához. Dancs Ferenccel, az iskola igazgatójával Kála Júlia készített riportot. Önök a Magyar Soros Alapítványtól pénzbeli támogatást kaptak egy pályázat beküldéséért. A rugalmas képességfejlesztő program címmel benyújtott pályázat valójában milyen témakört dolgoz fel? Hát először is köszönöm szépen az érdeklődést. Mi nagyon örülünk ennek a támogatásnak, hiszen a mai pénzügyileg elég nehéz világban, az oktatásügyben minden forintnak nagyon örülni kell. 200 ezer forint pedig nagyon sokat jelent, nem csak iskolai, hanem azt hiszem a városi oktatás szempontjából is. Gondolom némi magyarázatra szorul az elhangzott rugalmas képességfejlesztő program elnevezés. Ez a program a 2. számú általános iskola oktatási koncepciójának a címe. Lehet, hogy egy kicsit nagyképűnek hangzik, de valahogy el kell nevezni azt a munkát, amit 1990 óta ez a tantestület közös munkával fejleszt és visz előre. Azért rugalmas képességfejlesztő, mert nálunk a program központját, súlypontját nem elsősorban az ismeretek hatalmas halmazának a lexikális elsajátításaként fogjuk fel, hanem sokkal inkább a személyiségfejlesztést és a képességek fejlesztését. Úgy gondoljuk, hogy minél jobb képességekkel rendelkezik egy gyerek a mai világban, annál inkább megtalálja a helyét. Na most a rugalmas képességfejlesztő program részterületeit alaposan dolgozzuk ki folyamatosan, eddig is csináltuk, és úgy gondoljuk, hogy ha csak magunknak dolgozunk, akkor el lehet tévedni. Nagyon fontos, hogy külső kontrollja és belső kontrollja is legyen ennek a munkának. A belső kontroll a legfontosabb a gyerek. A gyerekek úgy érezzük, hogy jól fogadják ezt a dolgot, és jól érzik magukat benne. A szülők az utóbbi években többszörösen be is bizonyították, hogy támogatják, elfogadják ezt, segítik ezt a munkát számunkra, ez nagyon fontos dolog. De ez még mindig kevés, hiszen itt szakmai munkáról van szó, és a szakmai munkát is ellenőriztetni kell. Mi a szakmai munkánkat a Megyei Pedagógiai Intézet szakértőinek is megmutattuk, akik véleményezték. Aztán például a tanítóképző főiskola igazgató helyettese, aki a pedagógiai tudományok kandidátusa, szintén véleményezte ezt, és hát a Soros Alapítvánnyal is véleményeztettük a munkánkat, és örömmel fogadtuk, amikor a pályázati lehetőséget megismertük, hogy a kisgyermekkori fejlesztésre lehet pályázni programokkal. Mi a rugalmas képességfejlesztő program egyik részprogramjával, mégpedig a képességfejlesztés és a személyiségfejlesztés részével pályáztunk, és nagy örömünkre szolgált, hogy megnyertük ezt a pályázatot, és ezt a pénzt megkaptuk. Valójában mire tudják és mire szeretnék fordítani ezt a pénzösszeget? Természetesen ugye nem szabadon arra költjük a pénzt, amire akarjuk, hiszen egy konkrétan kiírt pályázatra kaptuk, meg is fogalmazták, így szól a leíratban, hogy a rugalmas képességfejlesztő program megvalósítása érdekében gyermeklélektani továbbképzések folytatása és könyvtár korszerűsítés tárgyában használhatjuk fel. Na természetesen ez elég tág dolog. Nyilvánvaló, hogy rengeteg olyan szakmai ismeret van, amit
ebben a kisvárosban nem lehet elérni. Olyanok, amelyek nagyobb városokban, Budapesten és szakmai intézetekben érhetők el. Nyilván olyan programokat fogunk szervezni, ahol olyan szakemberekkel találkozhatunk, akik legmagasabb szinten művelik a pedagógiai munka ezen területeit, és ők fogják a továbbképzéseket végezni, és nyilvánvalóan nagyon örülünk, hogy a szakirodalom fejlesztésére is lehetőség nyílik, hiszen a könyvtárunkat nem csak a gyerek részét, hanem a felnőtteknek szóló könyveket, a tanároknak szóló, sőt, akár szülőknek szóló könyveket is be tudunk szerezni, ahol a gyermekek életkori sajátosságait maximálisan figyelembe véve megpróbáljuk az iskola nevelési színvonalát emelni. Gazdasági életünk nehézségeit jelzik a különböző foglalkozási ágazatokban az országos vagy kisebb-nagyobb régiókra kiterjedő sztrájkok. A nagymúltú, idén éppen 100 éves Tungsram dolgozói is fontolgatják ezt a lépést. Apor Istvánnal, a Tungsram dolgozók független szakszervezetének elnökével Lukácsi Zsuzsa beszélget. Tungsram 8 járában január 19-től sztrájk készültség volt. A Tungsram dolgozók független szakszervezetének elnökét, Apor Istvánt kérdezem, mi vezetett ehhez a helyzethez? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Legalább el tudom mondani, hogy hajdunálási dolgozóinkat is mi motiválta, hogy 19-én a támogató ívet aláírták. 1995 évvége egy eléggé huzamos és hosszantartó tárgyalássorozat volt a kollektív szerződéssel kapcsolatban, amelyet a szakszervezetek közösen vívtak, illetve próbáltak elérni a munkaáltatóval szembe, a General Electric Lighting-val. Az utolsó 2-3 hónap nagyon kemény volt. Úgy nézett ki, hogy 1996. január 1-ével esetleg nem sikerül megkötni az új kollektív szerződést. Ennek következtében a dolgozók az addig megszerzett jogaiktól megválhattak volna, és visszatérhettünk volna azokra a törvényi minimumokra, amit a munkatörvénykönyv biztosít a dolgozók részére. Ebből adódóan 1996-ban a bértárgyalások később kezdődtek, meg kellett várnunk, hogy decemberben aláírásra, illetve elfogadásra kerüljön az új kollektív szerződés. Így december 15-én indultunk neki az 1996 évi bértárgyalásoknak. Meg kell mondanom, hogy a Tungsram vezetése és a szakszervezetek között az induló bérek alakulása egészen más volt, egészen más kritériumokat szabott a vállalat vezetése, és másokat próbált a szakszervezet elfogadtatni a vezetéssel. Így alakult ki, hogy a vállalat vezetése 8%+10%-kal indította ezt a tárgyalásmenetet, mi pedig egy elég elképesztő magas szintről, 38%-ról indultunk. Természetesen ez abból adódott, hogy 1995-ben egy eléggé alacsony béremelést sikerült elérnünk, az infláció ennek jelentős részét elvitte, másrészt a dolgozóinkat érte egy 25%-os termelés hatékonyság növelése és egy létszám leépítés. Ebből adódóan mi úgy képzeltük és azt próbáltuk a vezetés tudomására hozni, hogy éppen ideje volna nem csak az infláció ellentételezését elérni a bérekben, hanem egy valamelyest bérkereset növekedéseket is elérni. Ezek a tárgyalások folytatódtak tovább januárban is, azonban január 10-én megszakadtak, mert a vállalat vezetése 10%+10%-ról nem volt hajlandó elmozdulni, mi pedig akkor már 32%-nál jártunk. Ezt követően döntött úgy a szakszervezetünk tanácsa, közösen a többi szakszervezettel együtt, hogy amennyiben a vállalat vezetése nem tesz komolyabb lépéseket a bérfejlesztés irányába, akkor megpróbálunk keményebb eszközökhöz nyúlni, természetesen a törvény biztosította összes lehetőséget igénybe véve. Ön részt vett ezeken a bértárgyalásokon, képviselve itt a tiszántúli gyárakat, Kisvádát és Hajdúböszörményt. Milyen kondíciókkal indultak azon túl, amit itt az előbb már említett a tárgyalásokra, és mit sikerült elérni? Azt tudom elmondani, hogy 5 éve figyeli a szakszervezet, természetesen a vállalat is figyeli, hogy a környezeti bérpiaci viszonyok milyenek. Sajnos a Tungsramon belül
arról lehet csak beszélni, hogy alapbérek vannak, egyébként pótlékként csak a túlórapótlék és a műszakpótlék szerepel. Semmiféle egyéb juttatás a dolgozókat nem illeti meg. Nincsen 13. havi fizetés, nincsen prémium, nincsen jutalom, nincsen egyéb olyan keresett növekedési lehetőség, amely 1990-t megelőzően rendelkezésre állt a dolgozóknak. Ebből adódóan azt vettük észre az elmúlt 5 év folyamán, hogy ez a bérpiaci olló, amelyel a környezeti gyárakat, vállalatokat, KFT-ket figyeltük, csökkent. Azt lehetett észrevenni, hogy a gyáraknál, vállalatoknál, KFT-knél ugyanaz alapbérek nem érték el a tungsramosokat, tungsramos dolgozóikét, de egyébként a keresetük jelentősebben növekedett, hiszen több helyen egyéb juttatásokban is részesültek a dolgozók, míg nálunk nem. Ezt a vállalat vezetésének a tudomására hoztuk, kénytelenek voltak elismerni, és igazság szerint ekkor indult meg igazából a konkrét tárgyalás, hogy milyen javaslatokat próbálunk mi elfogadtatni, mik azok az alternatívák, amikben lehetőséget láttunk a kibontakozása, illetve a módosítása, és valamelyest arra, hogy a mostani 1996-ra a kormány által meghirdetett inflációnál valamelyest magasabb béreket próbáljunk elérni, illetve sikerüljön elérnünk. Ekkor azt mondtuk, hogy mi hajlandók vagyunk tovább csökkenteni az infláció és a tavalyi, az elmúlt évek viszonylatába azokat a követeléseket, ha a vállalat a 10+10%-ról megfelelően elmozdul. Tudomásul kell venni, és ezt a vállalat is elfogadta, hogy sajnos a Tungsram gyárak között két olyan gyár van, amelyik a rangsor hátulján szerepel. Az egyik a Kisvárdai, a másik pedig a Vagos kollektíva, a Hajdúböszörményi kollektíva. Azt szerettük volna, ha ez a helyzet ismételten stabilizálódik, és legalább az elmúlt 5 évnek megfelelő színvonalra emelkedik vissza. A vállalat vezetése továbbra is elállt ezektől az igényektől, és azt mondta, hogy ő további bérfejlesztést nem tud megkérni az amerikai vezetéstől. Ekkor mi azt mondtuk, hogy nincs tovább lehetőség a tárgyalásra, kiadtuk a sztrájk felhívásunkat egy szakszereti tanácsülést követően, 1996. január 19-én 10 órakor a vállalat vezetésének a tudomására hoztuk, hogy sztrájkészültség van a Tungsramban. Az összes Tungsram gyár kollektívája támogatta ezt, megindultak az aláírásgyűjtő ívek, a támogató ívek, örömmel mondhatja el a szakszervezet, és nem csak a TDFS szakszervezet, hanem az egyébként még a Tungsramban működő többi szakszervezet is, hogy a támogatóság elérte a 90%-ot. Ebből adódóan 19-én délután bejelentettük a vállalat vezetésének, hogy ha hétfőn, 22-én nem vezetnek eredményre a tárgyalások, akkor 23-án 13 órától 15 óráig figyelmeztető sztrájkot tartunk, és amennyiben ez sem vezetne eredményre, akkor az általános sztrájk eszközéhez fogunk nyúlni. Mennyiben befolyásolta ez a tárgyalásokat, ez a tény, és mi lett az eredmény? Hát azt tudom elmondani, hogy a vállalat vezetését ez eléggé megrázta, már csak azért is, mert igénybe vettük azokat a lehetőségeinket is, hogy a dolgozók felé a saját újságunkat, a konfliktust több ezer példányba kiadtuk, a sztrájk felhívást kiadtuk, a sajtótájékoztatóra próbáltuk összehívni a környezeti gyárak információs lehetőségeit, a tömegkommunikációs eszközöket, és Budapesten pedig nemzetközi sajtótájékoztatót próbáltunk tartani a Liga székházába. Erre 1996. január 22-én került volna sor, akkor, ha a bértárgyalások nem vezetnek eredményre. Reggel még úgy indult a tárgyalás, hogy nem biztos, hogy sikerül megállapodnunk a vállalat vezetésével, és ez egészen délután 13 óra 30 percig így állt, mert a vállalat vezetése akkor szerzett tudomást, hogy nemzetközi sajtótájékoztatóra készülünk.
Természetesen, amikor ezt bejelentettük, és közöltük velük, hogy akkor 2 órakor befejezzük a tárgyalást, akkor lemerevettek az álláspontok. De mint utolsó lehetőség még tettünk egy javaslatot arra vonatkozólag, hogy esetleg el tudunk tekinteni egy 1%-os bérfejlesztésről, ha a vállalat ezt az ebédtérítési hozzájárulásban megadja. A vállalat ekkor időt kért, és az utolsó pillanatban 2:10 bejelentette, hogy el tudja fogadni. Mi a sztrájk felhívásunkban 25% keresett növekedést hirdettünk meg, ezt a támogató évek alapján a dolgozók elfogadták. Ennek alapján beszámolhatok arról, hogy 1996. január 21-től 13%-os bérfejlesztésre kerül sor, és 1996. július 21-től pedig 11%-os bérfejlesztésre kerül sor, valamint 1996. januárjától 400 forint ebédtérítésű hozzájárulás növekedést értünk el az 1200 forinttal szembe. Ez összevetve halmozva a bérszínvonal növekedésbe 1996-ba 25,5, illetve 26%-os bérszínvonal növekedést jelent. Annyit szeretnék még elmondani, hogy a Tungsramban mindig úgy figyeljük a béreket, hogy 90 vagy az adott év január 1-én mennyi valakinek a bére, és abban az évben, az év végén, december 31-én mennyivel zár. Ha ebben az évben a bérszínvonala emelkedik a megfelelő százalékkal, akkor a megállapodásnak megfelelően járt el a vállalat vezetése, és ezt a szakszervezet tudomásul veszi. Megkezdődött a kábel TV rendszer átépítése. Milyen mértékben, hogyan érinti mindez az előfizetőket? Erről a tájékoztatás Sebestyén Sándor. Megkezdődött a kábelrendszer átépítése. Pillanatnyilag milyen szakaszában van? Intenzíven dolgoznak rajta szakembereink. Belvárosi tömblakásos rendszerek átépítését csináljuk első ütemben. Ez 1040 lakást érint. Március 31-ig akarjuk a teljes új rendszer átépítést megcsinálni. Pillanatnyilag egy olyan 250-300 lakás már megtörtént. Mire számíthatnak az előfizetők? Ki keresi meg őket? Hogyan, milyen formában tudnak erről információt kapni? Hát előjáróban hagy kérjek elnézést a kábel rendszeren, vagy a rendszerről televíziózó nézőktől, azért, hogy itt zaklatjuk őket, de ez egy kicsit a közös érdekünk is. Mindenkit megkeresünk az átépítés előtt, kérjük az aláírását, hogy működjenek közre, engedjék be a szakembereket, illetve megkérdezik, hogy hol szeretnék elhelyezni a vezetéket, hol vigyék el, mikor tudnak bemenni. Lényeg az, hogy minden lakostól megkérdezzük, hogy egyáltalán akar-e csatlakozni majd ehhez a rendszerhez, és mindenkinek kiépítünk legalább a ajtajáig, most nyilván lépcsőházakból, tömblakásokról beszélek, egy teljesen új vezetéket, attól függetlenül, hogy beenged bennünket, vagy nem enged be. Ez törvényben előírt kötelezettségünk ahhoz, hogy csak egységes rendszert építsünk ki. Eddig úgy néz ki, hogy 99% a lakosoknak hozzájárul ehhez, mivel végül is ezért fizetni nem kell, teljesen ingyenesen, minden költségét mi vállaljuk a ruhaipari szövetkezet. Abban az esetben, ha egy előfizető több vételi lehetőséget, tehát gondolok arra, hogy esetleg a másik szobában is róhajt egy televíziót üzemeltetni, akkor ez mennyi plusz költséget jelent, ha ott is egy vételi helyet kiépítenek? Igen, hát egy vételi helyre ingyenes. Ez azt jelenti, hogy ha ők úgy gondolják, hogy a gyereknek a másik szobába, vagy esetleg a harmadik szobába is szeretnének televíziózni, akkor ezt azt javaslom, hogy csináltassák velünk, mert ugyanilyen típusú kábelt, ugyanilyen csatlakozó műszereket üzletekben nem lehet beszerezni,
tehát egy megfelelő minőséghez egységes rendszer kell, ezt mi megcsináljuk 1200 forintért. Csatlakozó helyenként ezt igényelni kell, be kell menni a ügyfélszolgálati irodába, Kossuth út 4 szám alatt a postával szembe, bejelenteni, és akkor szakemberén kimennek és megcsinálják. Arról is lehet szó esetleg, hogyha az ott dolgozó szakemberek az első vételi helynél kialakításánál dolgozó szakemberektől kérik, akkor is megcsinálják, csak akkor ott alá kell írni erről egy igénylő nyilatkozatot. Említett, hogy február 5-től egy új fejállomás beüzemelése kezdődik el. Mit jelent ez az előfizetőknek? Igen, hát úgy terveztük, hogy február 5-én hétfőn indítanánk el, illetve állnánk át a régi fejállomásról az újra, illetve változtatnánk meg a csatorna kiosztást, és most már véglegesen. Biztos, hogy gondot fog okozni a lakosságnak, és ezért előre elnézést kérek, illetve hát az aktív közleműködését kérem mindenkinek abban, hogy most még egyszer át kell a televízióján programozni a helyeket, meg kell keresni, hogy melyik program hol van elhelyezve, és újra meg kell majd tanulnia, hogy eddig akkor, ha itt volt, akkor most már ez egy másik helyen van. Azért hétfőre csináljuk, hogy azon a héten délutánonként a szakemberénk ebbe tudjanak segíteni. Ha délelőtt az ügyfélszolgálati irodán bejelentik és kérik, hogy menjenek ki a szakemberénk, akkor délután kimennek és segítenek, aki nem boldogul az átprogramozással. Azért egész héten, hétköznaponként, délutánonként, esténként ezzel tudunk foglalkozni, hogy hétvégére már helyreálljon az új rend. Tehát minden lakásba, akár az újonnan átépített, akár a még nem átépített lakásokban, régi rendszeren is mindenki ezt az átállítást meg tudja csinálni, és remélem, hogy utána már ilyen gondunk tovább nem lesz. Ezzel viszont a korábban említett csatorna kiosztásokkal az új program sor fog megjelenni mindenkinek a lakásán. Egyfajta többen szolgáltatást is fognak kapni érte. Ez az új fejállomás, ez jelent minőségi javulást is, tehát gondolok itt arra, hogy azért a tömblakásokban az átállás után voltak gondok. Ezek nyilvánvalóan a két rendszer különbözőségéből adódtak. Ez megszűnik? Igen, hát az egészet azért csináljuk így egyszerre, hogy egységes, és ez már a jövő század technikájával felszerelt rendszer, tovább bővíthető, 24 csatornáig akarjuk ezt bővíteni, de olyan technika és olyan szerelvények kerülnek beépítésre, illetve olyan vezetékekkel csináljuk, olyan kábeleket viszünk be a lakásokba, hogy amikor minden lakás át van építve és rá van csatlakozva ez az új rendszerre, akkor nyilván itt érzékelhető minőségjavulásnak kell mutatkozni.